következő napi úti célunk a Dél-Dunántúl bebarangolása volt. Báza keretjétől mintegy 2 kilométerre található a meghitt-zalai dombok között, gyönyörű Göcsei bükktájba illeszkedve a budafai arborétum. A zalai erdő és felfeldolgozó gazdaság 1959-ben létesítette a 46 hektáros arborétumot. Az 1926-ban épített vadászház Zicsi család tulajdonát képezte. A köré telepített park képezi az arborétum magvát. Több mint 200 fajta, többnyire védett növénnyel, fenyővel, lomb és cserfával büszkélkedhet. A fafajok Észak-Amerikából, Ázsiából és Észak-Európából származnak. A leglátványosabbak talán a jegenye, mamut és mocsári fenyők, valamint a május elején nyíló az áleák. Az árnyas séta utakon barangolva egy forrás táplálta kis, völgyzáró gátas tavat találnak az ide látogatók. A tiszta levegővel teleszívtuk tüdőnket, az arborétum kilátójából pedig csodálatos panoráma tárult elénk. A budafai arborétum nagy táj esztétikai értéke és látványossága mellett erdészeti kutatási és oktatási célokat is szolgál. A kiépített szép pihenőhelyek alkalmat biztosítanak az erdei falatozáshoz, szalonnasütéshez. A szép élmények után erdei kisvasúttal folytattuk tovább utunkat Csömödér felé. Vonzó zalai tájak, dombok és erdőségek között kanyarog az a keskeny nyomsávú vasútvonal, amely az elmúlt időszakban a térség egyik legjelentősebb turisztikai vonzerejévé vált. A Zalaerdő, RT vasúti üzeme által működtetett kisvonat igen kedvelt a kirándulók és túrázók között. A nosztalgikus vonatozás után hazafelé vettük utunkat. Útközben megálltunk az Európában egyedülálló Kápolna-pusztai bivajrezervátumnál. A Kis-Balaton élővilágát bemutató kiállítást, bivajtörténeti bemutatót és sétaútat alakítottak ki játékos elemekkel, pihenőhelyekkel, kilátópontokkal, ahonnan a látogató távcsőből is kémlelheti az állatokat. A telep a hazánkban őshonosnak számító bivaj fennmaradásában, génállományának megőrzésében fontos szerepet játszik, s egyben a faj bemutatásának népszerű központja, mivel az állomány szelítsége közvetlen kapcsolatot tesz lehetővé a látogatókkal.